Régmúlt időket megidéző fafaragások, kovácsolt vasalkotások, de beregi keresztemes hímzések is felsorakoztak a Bakta Lóránd házai Dégenfeld Kastélymúzeum rendezvénytermében. A tárlat már látható volt Nyíregyházán, Vásárosnaményben és Vaján is. Kézművek ez a kiállításnak a címe, és hát ez nagyon sok mindent elárul. Ugye itt fafaragásokról beszélünk, és ugye a fából készült alkotások azért több értelemmel is bírnak, hiszen egyrészt a fa is egy múltból hordozott üzenetet visz magával, és ahogy az alkotó elkezdi használni, elkezdi lefaragni róla úgymond a felesleget, akkor még plusz tartalommal töltődik meg, és ez egy ilyen dupla örökséget képez, amelyben egyszerre jelenik meg a természetből fakadó erő, és megjelenik benne az az ősi, paraszti tudás, amellyel a fát megmunkálták, és amelynek az eredményeképpen ilyen csodás alkotások jöttek létre, amelyet itt is megcsodáltunk Bakta Lóránd házán. A keresztemes hímzések közül talán a legismertebb a beregi keresztemes hímzés, mely 2022. január 22-én bővítette a hungarikumok gyűjteményét is. A beregi tájegység jellegzetes hímzési technikája páratlanul gazdag motivumkincset őriznek. Az egyesület tagjai közül a legtöbben foglalkoznak hímzéssel, de a tárlaton megismerkedhetünk a fafaragás művészetével is. Főleg vésővel szoktam kiválni az ilyen vájtedényeket, illetve amiket ott lát, különböző technikával Barátsanyi barátomtól tanultam, főleg körülbelül olyan 6-7 éve kezdtem el faragni. Előtte operaénekes voltam, 25 évig voltam az operáznak az énekese. Lekerültünk ide a páromnak a szülőfalujában, nem ide, hanem Berekdarócra, és hát ott valahogy kiteljesedtem. Elkezdtem verseket is írni most már. Több mint 100 darab verset írtam. Úgyhogy ez az, ami kitölti az életemet. A rendezvényen Vásárosnamény polgármestere is köszöntőt mondott, hiszen a városban működik a Szatmár Beregi Népművészeti és Kézműves Egyesület. Filip Sándor kiemelte, hogy a tárlaton érezni lehet a tisztelet és a szülőföld szeretetét. Elismerését fejezte ki az alkotók iránt, valamint hozzátette, hogy a sok érték mellett ki kell emelni azokat, amiket az emberi szív és kéz alkotott. A kiállítás egy hónapig tekinthető meg, utána különböző művészeti tárlatokkal, festményekkel, fotókkal és egyéb alkotásokkal várják az érdeklődőket a Dégenfeld Kastélymúzeumban.